Visszavonatta a bíróság a Fertőtónál zajló beruházás környezetvédelmi működési engedélyét, tudatta a Greenpeace. A környezetvédő szervezet azt is sikerként értékeli, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalt új eljárás lefolytatására kötelezte a bíróság. A vitorlás és hotelkomplexum építésének teljes leállítását követelik a természetvédők, már a kezdetektől azóta, hogy egy szakaszon a beruházó kipusztította a nádast. Dr. Rodics Katalin biológus korábban így nyilatkozott erről az Euronews-nak. Hosszabb távon természetesen azon fogunk dolgozni, továbbra se adjuk fel, hogy leálljanak ezzel a gigaberuházással, egy nagyon szűk kör luxus igényeit elégíteni ki, és nem a helyi lakosságnak tenne jót. Udvaros Dorottya színésznő is a Fertőtó védelmért folytatott küzdelem mellé állt, ezt így indokolta egy korábbi tüntetésen az építkezés kapujában. Nagyon-nagyon sok szakember érzi úgy, hogy ez a beruházás túlzó, túl nagy, túl sok mindent kell átalakítani a tóban, a tó partján. A fertőtavat védő aktivisták végső célja továbbra is az, hogy a kormány alapjaiban gondolja újra a terveket, és csak egy sokkal szerényebb, kisebb léptékű turisztikai fejlesztést végezzen, amellyel nem sérül a Fertőtó európai szempontból is egyedi élővilága.